az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtársak Lang Györgyi és Falusi Marian. Jó reggelt kívánok! És kikapcsolták a rádiót, ezt mindig így el fogom mondani. Sziasztok! Én egyedül leszek ma, mármint műsorvezetői, már amennyiben ezt műsorvezetésnek lehet nevezni. Szóval ez így van. Örömmel jelentem, hogy a Király Júliával találkoztam a harmadik Richárdon, a Radnótiban, a bemutatón vasárnap. Nagyon jó volt vele találkozni, úgyhogy mind a ketten nagyon örültünk egymásnak, vagy legalábbis én tudom, hogy is örült nekem. Mindegy. Holnap az operetben leszek megtalálható, aki engem keres színházakban, és aztán pénteken megyünk a Audrey-ra, nem tudom. Minden esetre ma egy ünnepi nap előnapja van, mert holnap lenne 125 éves Honti Hanna, és ez alkalommal Jágfalvi Magdolnával, csak olyan komolyan, hogy Magdolna. Ez a nevem. Ez az ő neve. Színház történésszel fogunk beszélgetni. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Te hol színház történész? Színház és filmművészeti egyetemen vagyok egyetemi tanár, és a legfrissebb pozíció, hogyha a Holt kérdezed, az a PIM intézményeként működő Kálmán központban, a Petőfi Irodalmi Múzeum kereteiben működő Kálmán központban vagyok színháztörténész. És a főiskola, ami ma már egyetem, ott ki tanul színháztörténetet? Színháztörténetet mindenki tanul. Igen. Legfőképpen a dramaturgok osztályvezetője vagyok. Rájöttem, hogy mi volt a baj, nem vettem le a sapkámat. Élevettem. Igen. Dramaturgok tanulnak színháztörténetet, rendezők, természetesen színészek, és most már nagyon sokféle képzésünk van, vannak drámainstruktorok, ők is tanulnak színháztörténetet, és a filmrendezők is. Ez egy komoly terület a kulturális osztályod van. Hát vagy sok osztályban tanítok, és én egy osztálynak vagyok az osztályfőnöke. Uh-huh. Azok a pletykák voltak régen, hogy frissen felvételiző főiskolások, már nem mindenki tudta, hogy ki az a Rutkai Éva, meg a Darvas Iván, meg a Ajtai Andor, meg ezek a számunkra még igen élő nagy nevek, bár hogyha belegondolunk, nyilván mi sem tudjuk, ki volt Rákosi Szidike, teljesen mondjuk ezt tudjuk, de amúgy nem, hogy ez így van? Így van, de ezzel nincs semmi baj. Nincs baj? Szerintem nincs baj, hogy de a felvételiző színészek 18 éves gyerekként nem tudják, hogy a kettővel korábbi generációban ki volt a legnagyobb. Én szerintem akkor lenne baj, ha nem tudnának olvasni, mozogni, és ha nem érdekelne őket semmi. Én azt látom a 18 éveseken, hogy hihetetlen izgalmas felületet kínálnak a világnak, nagyon mozgékonyak, nagyon kreatívak, és majd én megtanítom nekik, hogy ki volt Rutkai Éva és Ajtai Andor. És meddig mész vissza? Vagy hát megyek vissza az Ó Egyiptomi Misztériumokig, az egészen biztos. Én a Peter Sondi álláspontját szeretem képviselni, hogy a reneszánsz színháztól beszéljünk színháztörténetről, mert onnan vannak emlékeink. Persze vannak kedvenc korszakaim, én inkább olyan francia kultúrában utazom, tehát a Racine-tól nem tudok megszabadulni. Tehát igen, aki nálam, a Sorbonra is jártam. Oda is jártam, de hogy aki nálam tanul, az kénytelen Racine-t olvasni. Egyébként majd látni fogjátok, hogy emlegetted az Audrey-t, hogy most Fekete Ádám csinál egy Mitridatészt. Jó, na, de a Fekete kihívás. Ádám, ne haragudj, de az egy különleges pali. Na, de azért Mitridatészt csinál. De hogy az teljesen... Ő szerintem a felvételén is tudta, hogy ki az a kicsoda. Jó, nyert, mert ő mindent tud. Igen. A Fekete Ádámnak nem is tudom, igen, hogy fér bele a fejébe. Igen, meg hogy én inkább azon szoktam mondani, hogy mit adunk mi hozzá. Vagy, de van egyébként olyan, most a Fekete Ádám jut eszembe, hogy ti is megtudtok dolgokat olyan növendéktől, aki esetleg elképesztő? Hát én ezért tanítok. Tehát egyrészt energiát kapok, másrészt tudást. Éppen ezért örülök, hogy Honti pont most 125 éves, mert így el tudom azt mondani, vagy én magam sokat gondolkodom ezen, és igyekszem elmondani nektek, hogy hogyan viszonyulnak a mai 20 évesek Hontihoz. Mert meg egyáltalán az operethez, meg az operett színházhoz. Az operett színházhoz és az operethez. Mert én úgy érzem egyébként
végzősöknél, vagy nem mindegy, a fiatal színészeknél, aki nem operett színésznek készül, ami szerintem egy, már ez a szó sem jó, hogy operett színész, mert olyan nincs, az olyan, mint a szinkron színész, meg a sorozat színész, hát nincs ilyen. Filmszínész sincs. Nincs. Színész van. Szóval, aki a, hogy az operett az egy ilyen, na jó, hát ha már ott van az a ház, akkor legyen, de nem szívesen mennek oda. Így van, így van. És ami, az miért van? Biztos sokféle magyarázat van rá, én azt szoktam gondolni, hogy az államszocialista kultúrának egy jelentős szelete volt az operett, szégyelve, nem szégyelve, de mégiscsak biztosak voltunk abban, hogy ez a mi nemzeti identitásunk része. Kálmán Imrének a Csárdás királynője, akkor is a miénk, ha soha nem hallottuk, így vagyunk a Bánkbánnal is, meg a Csongorral is. Valaki, aki nem hallotta akár a Bánkbánt, akár a Csárdás királynőt szerinted? Szerintem nem létezik, lehet, hogy nem volt soha a színházban, és nem látta, de eljutnak ezek a dalok. Tehát Szilvia belépőjét, azt, az mindenkinek ismerős. Hát meg ebben a hajnem Hajmási Péter is. A Hajmási Péter is. Igen. Te rongyos élet, tehát hogy mondhatunk ilyen melódiákat. Tehát, hogy az operett úgy a nemzeti identitásunk része, mint a tragédia. Tudjuk, nem tudjuk. Akkor is itt van. Én például imádnám, ha érettségítétel lehetne végre a Csárdás királynő. A Csárdás királynő? Persze, mert miért? Mert mint a nagy tragédia hármas, amiket valljuk be, nagyon kevesen olvasnak el, a Bánkbán, a tragédia és a Csongor és Tünde, nehéz falat, a kulturális emlékezetünkön már eléggé kívül eső történet, a Csárdás királynőnek épp úgy része. Én szeretném szolgálmazni, és remélem, hogy a Kálmán központos területekből elérünk a BIM-be. Így van. Most már lehet, hogy egy kicsit tágulnak a keretek. Mindent megteszünk, miképpen eddig is, hogy a Csárdás királynőről legyenek, magáról a műről, és hát a feldolgozásairól legyenek olyan anyagok. A feldolgozásokra is átérünk. Hát minden, hát Odi Anna a témánk. Meg a Mohácsi féle. Meg a Mohácsi. Meg a Mohácsi féle Csárdás királynő, azért az is egy mérföldkő volt a Csárdás királynő életében mindenképpen. Tehát egyszer csak meg 125 éve megszületett Hügl Hajnalka. Igen. Egy szegény családba? Persze, hát full prolinak, hát a Chicagóba. Hetedik kerület. Hetedik, ne felejts utca. És ez az a mozzanat, amit nem igazán szoktunk megérteni. Soha. És soha nem is nagyon szoktuk emlegetni. Ő már rögtön a hű a honti. Hű a honti volt, pedig hagyosszam meg veletek ezt a friss, így, ahogy van, friss élményemet, hogy történészként én persze már olvastam egészen egyetemista koromban Gál György Sándornak a zseniális monográfiáját Honti Hannáról, mely Honti Hanna életrajza végül is, 74-ben jelent meg, még Honti életében. Olvastam, tudtam, oké. És valamiért pár éve újra a kezembe vettem, és egy egészen másik életrajz állt előttem. Nyilvánvalóan én magam is megöregettem, és értek már pár dolgot. Például, most olvastam, és most jutott el a tudatomig, hogy Honti Hanna 13 évesen sétál haza a tánckaros kis barátnőjével a munkahelyéről az operából. Gyönyörűen leírja, hogy milyen fehér harisnya van rajta. Szaténcipő, és megy haza a 7. kerületi Chicagóba, a szegény gettóba, udvari, földszintes szoba, mosónő mama, tehát, hogy full proli környék. És az egyik sarkon elkezdi őket követni a cilinderes úr. Honti komoly fejezetet, legalább 40 oldalt szentel annak a történetnek, hogy ebből a cilinderes uras sétából hogyan lett ő egy eltartott nő, aki már 13 éves gyerekként úgy dönt. Az eltartott nő az mint aki tartott? Igen, csak akartam egy másik igekötőt elé tenni. Egy kitartott nő, aki lemeccseli ezzel a cilinderes úrral, aki egyébként lovag, és a nevét azt nem tudjuk meg a könyvből, de össze lehet rakni ki, de ez lényegtelen. Jó, hogy lemeccseli velem, hogy nem csak őt emeli ki ebből a proli létből, hanem az anyját, meg a nagyanyját. Mert persze az apa lelépett, tehát az nyilvánvaló, hogy nincs apa. Ja, Hügl az nincs. Nincsen. Hügl nagyon hamar lelépett, a nyomorból elszaladt. Tehát, hogy őt, az anyát és a nagyanyát
kiemelik. Azért még azt a barátnőt is kérhette volna, aki vele menne minden. Ő keresse meg a saját pasiát, ez az ja, elmentetlen. És akkor végigírja a Hanna teljesen prózai stílusban, hogy természetesen az anyja meg a nagyanyja ezt nem engedte, de ő akkor a sarkára áll. Tehát kapunk egy narratívát, ami elfogadható. És most értettem meg, hogy amikor a Hanna arról ír, hogy ez szerelem volt, teszi fel a költői kérdést. És a válasza, a cilinderessel. És a válasza, miért lett volna az? De, és számunkra ez fontos most, soha nem beszélünk arról, az államszocialista kultúra után sem, ma sem, hogy miképpen ugorhat ki egy top tehetségű bomba gyerek a nyomorból. Pontinak az a válasza, hogy a kitartotta, hogy van egy lovagja. Okay. Tehát muszáj ez a segítség igen. bele. Igen. Ő akkor nem is tudott volna szerinted saját maga... Nem, mert ennek én nem hiszem, hogy romantikus pályaképek lennének. Nincsenek romantikus. Szerintem nincsen, de az, hogy már az egy romantikus élet, hogy ő ezt túlélte, ebben nem roppant bele, megkeményedett, vagy billetűnik is kemény volt, és onnan 13 éves korától felépítette. Hát 13 éves korában még nem kemény. Hát szerintem meg igen. Hát szerintem nem volt már gyerek 13 évesen. Fú, nem volt nehéz elképzelni. Nehéz elképzelni, de kicsit az ember sétál, talán már nem is a Chicagóban, mert azt most már kezdik helyre pofozni, de kimegyünk a 8. kerület szélére. Ja, menjünk, elmegyünk. Igen, persze. Hős utca környékére. Igen, át tudjuk fordítani. A kérdéseink itt vannak, hogyan lehet kiugrani. És akkor tulajdonképpen a Honti Hanna 13 éves korában már táncolni tanult? Sokkalában énekelni volt? Énekelni tanult, táncolni tanult. Tehát akkor ő már az tánckarban, de igen, akkor már... rendesen készült a... Most levertem egy... Nem baj, ez csak egy fülhal, csak vír. Igen. Akkor már 3 éve énekelni tanult, megkapta az operában Antesz György képzését, aki Lohengrint énekelt, és mindig Molnár Gál Péter is leírja, hogy a kis Hanna első szerepe az Lohengrin dublőze volt, hogy háttérben áthúzogatták beöltözve Lohengrinnek. Ezt ő maga is elmondta, van egy csodálatos műsor a Vitrai Tamással, ő már 80 fölött van, szemüvegben ül a képernyő előtt. Beszélgetünk. Így van, igen. Így van. Hát a Vitraiban beszélgetni nem annyira rossz. Hát, hogy ezt finom, szépen mondjam. Igen. Az azt hiszem, hogy az minden embernek, de még talán a Honti Hannának is, az egy élet teteje lehet, amikor a Vitraival beszélget, és a Vitrai kíváncsi rá. Így van. Igen. Így van, és jókat kérdezett, természetesen, de lehet, hogy még a Vitrai sem fogalmazta meg a fejében, amit kevesen fogalmazunk most meg, hogy a Hontinak kellett egy gazdag pártfogó, aki a szeretője volt. Szerintem, ha ebbe belekérdezett volna ő például, akkor a Honti mit őszintén válaszolt volna? Én azt hiszem, hogy 80 fölött már miért ne válaszolt volna őszintén. Mm. Akkor már megvolt az élet és az a hontiság, amivel ő válaszolt volna. Csak nem tudtuk kérdezni. Miért? Mert nem volt meg a mondatunk, nem volt meg a szavunk. Ezeket pár éve értjük, hogy mi az, hogy kitartani valakit, mi az erről beszélni. Utoljára Balzac korában beszélhettünk így, ahogy olvassuk a könyvekben, és aztán ez eltűnt. Tehát romantikus történetként fogjuk fel, hogy milyen könnyű kiugrani, a tehetség elég. Aha, hát ezt igen, erősítjük. Ezt a múltra nézve mindig így meséljük, vagy így gondoljuk. Na jó így gondolni, de... Azért ezt megnézem a mai fiatal színésznőket, vagy színészeket, hogy így gondolják-e, hogy ez működik-e így. Ez nagyon fontos lenne, pontosan tök jó lenne beszélni a végzős színészlányokkal és fiúkkal, hogy meddig mennének el. Hát ez nagy kérdés. Hát, hogy levenni ez az etikai keretet erről. Hát, hogy leveszi-e, mert ugye azért ezt teszi, nem tudhatjuk pontosan, mivel nem tudjuk, hogy mik történnek. Meg hát most ez a zaklatási ügyben azért ez eléggé másképp derült ki. De azért vannak itt suskusban nagy fontos, érdekes dolgok. Mindig van suskus, én valahogy úgy próbálom a gyerekek, a hallgatóknak is tanítani, meg magamnak egyáltalán megérteni, hogy amikor van szavunk egy folyamatra, akkor azt már értjük. A Hontinak nagyon korán volt erre szava, hogy őt kitartották. Uh-huh.
Szóval akkor ő tulajdonképpen csak énekelni tanult? Táncolni tanult és énekelni. De színészetet nem. Színészetet nem tanult, meg Rákosi Szidénél töltött valamit, de nem tudjuk rekonstruálni, hogy pontosan milyen kurzusai voltak, tanult beszélni, és ami a legfontosabb, hogy tudott úgy énekelni, hogy érteni lehessen a szöveget. Ez nagyon ritka dolog. Ja, igen, igen. Ne felejtsük el. Igen. És hány éves korában került bele a műfajba? Az operetbe. Ha a romantikus élettörténetet gondoljuk végig, azt gondoljuk, hogy hát iszonyú hamar berobban, de hát nem, hát Honti élete azért is hát vonzó példa lehet, mert nem csak, hogy a Chicagóból jött, de hát egyáltalán nem volt sikeres. Nem volt sikeres? Az elején nem volt sikeres. De miért? Akkor miket játszott? Mindenféle beugró szerepeket vitt Pesten mellékszínházakban, külvárosi színházakban, majd arra jött rá a támogatóival, hogy vidékre kell mennie. És ment is? Ment vidékre, Debrecenbe, Pozsonyba, és ünnepelt pozsonyi dívaként, és aztán debreceni dívaként tért vissza. De ne felejtsük el, hogy egy városban azért egy díva van, egy fővárosban is csak egy díva lehet, tehát meg kellett küzdenie hát rendes ketrecharcosként a többiekkel. És ez hány évig tartott? Igazából, amikor ő megkerülhetetlen lett, már jóval 30 fölött volt. Tehát nem 20 évesen lett. Azért még nem volt egy matuzsálem. Nem volt matuzsálem, de nem 16-7 évesként robbant be a piacra. Erre a piacra. Hanem már úgy meglett nőként. Azt és ez se semmi. És Kókó Sannel is így indult. Így van, így van. Sok mindenki így indult. Csak jó erről beszélni, hogy túlélni azt, hogy nem Pesten, túlélni a kudarcokat, felállni a bukásból, azt jobban ismerjük amerikai hollywoodi filmekből, mint a saját történeteinkből. És akkor mondjuk vidék Debrecenben volt. Hány évig is, akkor utána rögtön az operetbe jött? Nem, még akkor Pozsony jött. De jó, de ugye a Pestre kerülésre gondolok. Hát mert Hontit az operett színházhoz kötjük. És azt gondoljuk, hiszen magunk egy ilyen repertoárszínházi állandó közegben élünk, hogy rögtön leszerződtették. Hontinak nagyon fontos volt, hogy ő szerepekre szerződött sokáig, és nem... Ja, tényleg külsősra. Külsős nem nagyon volt belső. Számlás volt, igen. Nem nagyon volt belső, hiszen egy ensuite technikával működő színházban, amelyik bemutat egy darabot, és addig játsza, amíg van néző, ott szerepre szerződtetik a színészeket. Aha. Tehát egész a háború elejéig Honti szerepekre szerződött, és az operetbe, azt hiszem 40 vagy 41-be került, Fényes Szabolcs hívta. A háború alatt is különleges volt az ő élete, biztos erről még fogunk majd beszélgetni pár perc múlva, vagy elérünk addig is, hogy bizonyos helyzetekben hogyan élt, és hogyan állt ki dolgokért. De a legizgalmasabb periódusa, és amiről mindenképpen szeretnék ma sokat-sokat beszélgetni veletek, az Gáspár Margit korszaka 49-56-ig. Szerdán Tavasz lesz, az pont lát, hogy később, de a Szerdán Tavasz lesz, mert Honti egy egészen különleges karrierváltáson ment át, és meglépte. Tehát, hogy van egy olyan korszak, az államosított színházakorában. Tudatos nem volt szerinted? Hát az életrajza, amit még életében megiratott, az azt mutatja számomra, hogy hát legalább olyan tudatos performer volt, mint Marina Abramovics, csak 30 évvel korábban. Abszolút. És ő egy magányos nő volt? Aki úgy dönt, és nem véletlenül jutott mindig eszembe Marina Abramovics életrajz, ami pár éve jött ki, aki úgy dönt, hogy a család akadályozza a művészetben, az meghoz egy döntést a művészetért. Hogyha ez a művészet elit művészet, költői életforma, ugye Szabó Magda hozta meg ezt a döntést, vagy írói életforma, akkor már ismerjük, elemen a színészi. Nem szoktunk erről beszélgetni, vagy nem szokás ezt meghallani. Honti úgy döntött, hogy a család elveszi az energiáját. És meg is írja ebben a könyvében, amit Gál György Sándor neve alatt jelentetett meg is írja, ki is mondja, hogy
Ő azt szereti, ha este az ünneplések után hazamegy a színházból, felveszi az öreg pongyoláját, az öreg papucsát, és kényelemben van, lesminkel, és alszik, hogy másnap újra legyen energiája tornázni menni, énekórára menni, és este játszani. Ebben nem fér bele a család. Hát igen, de akkor viszont jó magányos lehetett. Tehát voltak egy ilyen házvezetőnője, gondolom. Voltak férjei, ne felejtsük el. Ja, voltak azért férjei. Persze, csodálatos szerelmi történetei voltak az elmondása szerint. Három szerelme volt. Nem volt ez távol tőle, de a magány megint olyan hollywoodi fogalom, ki magányos, mikor van szerelem, nincs szerelem, van gyerek, nincs gyerek. Nem hiszem, hogy Honti magányos lett volna, bár azt hiszem a Vitra is kérdezi tőle, amire visszautasítja a választ, hogy ő nem magányos, mindig van kit felhívnia. Igen. Mindig van kit felhívnia, éppen akkor 80 pluszban egyedül élt. A színésznőség volt az ő élete. Úgy tudod, hogy megnéztem volna a házi papucsban és a házi köntösben? Én is. Smink nélkül. Én általában úgy szeretem az embereket, igen, amikor látszanak, én annyira szeretem a Psota Irén ráncait, hogy ez az, amire mondják, hogy nem, mit dolgoztam én ezekért, hogy mindig arra az emberre vagyok én kíváncsi, akit nem a színpadon látok ekkora sminkben, meg fölbotoxozva, és azokat a színésznőket is szeretem nagyon, akik nem botoxoznak, és nem varatják föl magukat, hadd lássam, hogy néz ki, mert egyszer csak szétreped az egész. De az is jó, aki botoxozik. Tehát egy másik színésznő. Hát jó, az a másik döntés. Az egy másik. Nem, én jobban szeretem, aki nem botoxozik. Szép, aki botoxozik, persze, de nincsen semmi bajom. Jó, hát lassan, nem. Szerinted ő élt társasági életet? Tehát elhívott vendégeket? Vagy csak fölvette a pongyoláját? Elhívott vendégeket? Óriási palotát építetett magának, bár a második férje építette neki. Ez fogadásokra volt alkalmas, tartott is fogadásokat, de ezek ugyanolyan rituális keretekben működtek, mint a színházi előadások. Uh-huh. Legendás a villájának a lépcsője, ahol ő lefele jött. Így van, egy operett lépcsőként. Pontosan. Többen, köztük Molnár Gál Péter is megírja a Honti Hanna és Kóra című frenetikusan jó könyvében, hogy Honti hogyan szállt alá a rajongói körébe, akik a vendégei voltak. Szerinted ez ilyen hollywoodi, ez az egész történet. Van ma ilyen Magyarországon? Nem tudom. De nem valószínű. Szerintem azért nincs, mert a Honti nagyon korán tudta, és ezért maradt ő a primadonna, hogy meg kell alkotni a saját imidzsét. Így van, vagy imázsát, hogy akarjuk ma mondani. Imázsát. És ebbe kemény munka van. Ezt nem tudja más csinálni. Ez napi 24 óra. Ja, és ezt nem vitte. Tudja menedzser csinálni, vagy a... Nem, igen, ez csak saját magad. Így van. Akkor most meghallgatjuk a csodálatos Kárpát Ivánt, akinek a csodálatos anyukája csodálatosan szerepelt a harmadik Riádban, vasárnap a premiéren, hogy ő most milyen csodálatos híreket mond. Remélem, nem csótány lesz az ebéd. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társai, Lang Györgyi és Falusi Marian. És itt van velünk, nem, most összezavarodtak. Jákfalvi Magdolna van itt velünk, és a telefonban itt van velünk Lehocki Zsuzsa. Így van, szia Györgyike! Hogy Szervus, a Honti Hanna... Tessék, bocsánat, belebeszéltem. Én belém beszéltél? Igen. Lehocki vagyok. Szia Lehocki Zsuzsi! Arról beszélgetünk itt a Jákfalvi Magdolnával, ilyen hivatalosan nevezek, igen, hogy holnap lesz 125 éves a Honti Hanna, és neked vannak vele emlékeid. Bőven. Nem azért, mert te is 125 éves vagy. Majdnem, de amikor én Pestre kerültem az 1962. augusztus óta, sokat dolgoztam vele. Úgyhogy vannak emlékeim, és abszolút jók. És ő primadonnás volt? Mert én ilyen típus vagyok, a rosszat elfelejtem, de azt hiszem nem is volt. Szuper. Rossz emlékem. Nem is viselkedett úgy, mint egy ilyen
primadonna idol? Hogy mit mondtál? Hogy nem viselkedett úgy ő, mint egy nagyon nagy primadonna? Velem nem, mert én egyrészt nem voltam neki stímkollégája, ő primadonna volt, én meg szubrett, tehát se féltékenység, se semmilyen más rossz érzés velem kapcsolatban nem volt, csak azt tetszett neki bennem, hogy én nem úgy imádtam őt, vagy gazsuláltak neki, ez egy modern szó, de tudom alkalmazni, azt hiszem, mint a többiek, hogy jaj, drága művész, nagyasszony, csókolom a kezét, és csókolták is a kezét, hanem én úgy bántam vele, mint egy kollégával, és ez borzasztó boldoggá tette. Akkor, abban az időben nem értettem, hogy miért. Ma, az én koromban már értem, hogy miért. És miért? Megfiatalította őt az, hogy én úgy beszélek vele, mint egy kollégával. Vagy mint egy emberrel, igen. Hát igen, igen. És jóba voltunk nagyon, igazán. És ugye ő a keresztanyja Zizi lányodnak. Nem. Ő a Rátonyi Robi lányának, a Hajnikának a keresztanyja. Igen. Őt úgy is hívják, hogy Hajni. Nem keresztanyja, de találkoztak vele, már hogy ők ketten, azért, mert a Sárdi Jánosnak is született egy lánya abban az időben, és az én lányom is, azt hiszem, egy év különbséggel, vagy fél év, na mindegy, meghívott bennünket, a két kislányt, meg a két anyukát, ő magához föl a villába egy uzsonnára. És hát a gyerekek is jöttek, azt hiszem olyan 4 évesek lehettek, 4-5 évesek, idősebbek, nem, azt hiszem 4 évesek. Na, és akkor bementünk abba a csodálatos halba, amiből ment föl a lépcső, az emeletre, gyönyörű lépcső. És a Hanna csináltatott, vagy hát nem tudom, szerzett valahonnan 2 akkora babát, amekkora a 2 kislány volt. És mivel a Sárdinak a kislánya egy kicsit magasabb volt, mint mert idősebb volt egy fél év vagy egy évvel, ahogy említettem, az ő babája egy pár centivel magasabb volt, mint az én lányomé. Ebből volt egy kis konfliktus a gyerekek között, de hát az semmi. Hát ilyen nagyon-nagyon figyelmes volt, és szerette a gyerekeket. És még szendvicset is tudott csinálni, bár az biztos nem ő csinálta. Igen, nem ő csinálta, hanem az ETA nevű alkalmazottja, aki egyben az öltöztető nője is volt, de az járt föl hozzá, azt hiszem, minden nap ilyeneket csinálni. Ő is szolgált föl az ETA, nagyon jó volt nála, és minden rendben volt. Még egy gyors utolsó kérdésem, mert tényleg utálták egymást a Feleki Kamillal? Én igazából ezt nem tudom, mert én csak pletyka szinten hallottam ezt, de szerintem csak a vége felé már, amikor már mind a kettő kezdett öregedni, és érzékenyebb voltak. Ezt is most már tudom tapasztalatból, hogy mi az, hogy érzékenyebb az ember már, amikor elmúlt mondjuk várjálna mindjárt. Nem mond ki, nem kell. Nem jó. Nem kell az, hogy mikor tudom, mindenki érzékeny. Zsuzsi, jól vagy? Úgy tudom, hogy jól vagyok. Miért? Mit hallottál? Nem hallottam semmit, bár akkor mondanám, hogy otthonról beszélsz, hogy máshonnan. Nem, itthonról, méghozzá a vonalasról, mert itt ezt jobban tudom fogni. Értem. Jó. Készülsz valamire most? Majd tavasszal készülök. Még annyit mondj el, hogy te is jól vagy, meg Ajaj, mindannyian jól vagy. Vagyunk, igen, mindenki jól. Én sem hallottam semmi rosszat. Szóval tavasszal készülök, 2 darabra is föl vagyok kérve, aztán majd persze akkor lesz igaz, amikor fölmegy a függöny. Az egyik az Apáca show-ba játszanék, annak nagyon örülök. Szegeden van a bemutatója, először aztán bejön a Nagyszínházba, a Pestre. Én a zongorista nőt játszom, de van egy számom is, úgy hallottam, még nem a számot, hanem csak a Lőrinci Gyulitól, hogy ő a főigazgató nálunk, hogy van egy rap számom ennek a zongorista apácának. Na, ez az egyik.
Másik pedig a Tündér Lala című gyerekdarab, abba is játszom, nagyon örülök neki, mert nem hagy eltunyulni itthon sem fizikailag, sem agyilag az, hogy nem vagyok foglalkoztatva. Közhelyez, de sajnos igaz, legalábbis a tapasztalataim szerint, hogy akkor él a színész, hogyha dolgozhat. Ja, persze, amikor fontos, úgy ez, hogy másnak is fontos, nem csak magának. Érdemes megmosni az embernek alját, amúgy is megmossa, de akkor figyel rá, meg. Szóval minden fontossá válik, ami a hétköznapokban csak egy rutin munka. Köszönjük szépen, Zsuzsi, majd akkor, amikor ez az egész dolog aktuális lesz, remélem újra beszélünk. Jó, rendben van, köszi. Nagyon várlak benneteket. Puszillak. Puszi. Tessék, hát az ember, ha fontos, akkor él. Így van. Hát ezt onnan tudod megállapítani. Így van. És az is fontos volt, hogy a Tündér Lalában fog a Zsuzsa visszatérni, újra közénk, mert... Hát nem visszatérni, mert nem ment el, hanem persze, igen, de hát jelen, úgy szoktuk jelen mondani, maradni, hogy egyik előadásból a másikra visszatérni. Mert nagyon fiatalok rendezik, a Színház és Film Összeti Egyetemen éppen végző, vagy tavaly végzett hallgatók, dramaturgok és rendezők állnak ennek neki. Te jó, te aztán mindent tudsz. Nem tudok mindent, de... Benne vagy a képzés magjában, és ezért az összes fiatal teljesen napra készen tudod, hogy honnan, ki, mi, hogy. De csak ezt. Hát, viszont ez tényleg lényeges, és itt látom ezt fontosnak, hogy a 20 évesek úgy döntenek, Szentesközi Tával egyébként, hogy Zsuzsával akarnak a Tündér Lalába dolgozni. Ami egy csodálatos gyerekdarab lesz, az operetnek remélem egy óriási gyerekeket megmozgató darabja, és a Zsuzsa szerepel benne. Tehát itt. Meg hát ugye ez egy jó ötlet, mert akkor abban a színházban, amit jelenleg egy ilyen marcipán építménynek nézünk már a repertoáriát tekintve, bár tele van musicallel, betérnek az a korosztály, akinek ez már nem lesz egy ilyen furcsa hely. Én szerintem. Tudom, mennyire furcsa ez a hely, egyetértek a marcipánnal, de hát most a kék szakát fogjuk megnézni. Igen, holnap, holnap után Székely Krisztával és Szabó Székely Ármin dramaturga, és a színház brutálisan jó énekeseivel. Lény és Zanit még említsük meg gyorsan, hogy milyen kiváló karvezetőként fogja ezt az egészet elénk rakni. Hogy én azt látom, hogy egy igazán profi hallgató műfajként kezeli. Az operett egy műfaj, ami hagyományunknak egy fontos része. Na, de térjük vissza, Honti Annára, hogy miért van az szerinted, de lehet, hogy ezt én rosszul gondolom, hogy Honti Anna, és akkor rögtön a Csárdás királynő jön. Pedig ő rengeteg, ugye, hát ő volt Madame Fleury, most ez egy név jutott eszembe, de hát rengeteg rengeteg operetben szerepelt még. És mégis mindig a Csárdás királynő, hogy ez egy ilyen kiúróan nagy dolog volt. Hát, ha valamit több mint 1000-szer játszik az ember, jaj, akkor az megmarad. Hát, Básti, Lajos, meg Ádám, mert ő meg azt játszotta ugyanekkor 1000-szer. Annyi minden magyarázat van rá, de a legfontosabb, hogy Hanna visszatért Csárdás királynőként az operett színpadára, mert Gáspár Margit, aki 49-től igazgatta, igen, az Operett Színházat, rendkívül fontosnak tartotta, hogy egy ilyen kaliber nála ne csak kiöregedő anyaszerepekben legyen. Viszont nincs olyan operett, ami öreg primadonnákra kínálna óriási lehetőségeket. Ezért, és ezt elég jól tudjuk történészként is dokumentálni, hogy Békefivel és Kellérrel egész egyszerűen átiratta Kálmán operettjét. A Csárdás királynőt. Tehát, és itt lassan elérkezünk persze Mohácsihoz is, de hogy van egy operettünk, 915-ös, aminek 16-os bemutatóit szoktuk ismerni, abban vannak szerepek, és abban nem nagyon fér már bele 1950-es évek körül Honti Hanna, mert majdnem 60 éves. És akkor az úgynevezett operettszínházi munkaközösség, az államszocialista korszak tomboló kulturális közegében, nekiáll, és ír egy olyan operettet, amelyben Honti anya pozícióban gyakorlatilag leénekel mindenkit, és uralja is a színpadon. Hát képzeld el, hogy én nekem biztos az anya miatt,
De amikor ő 80 éves volt, akkor aznapra beraktak egy csárdás királynőt, és csak úgy visszajött, mert akkor már azt hiszem egy már kicsit azért szüneteltett. És ott ültem a nézőtéren, mintha egyedül ültem volna, de ez nem biztos, erre már nem emlékszem, és akkor én még nem tudtam se az, hogy színész akarok lenni, se az, hogy táncolénekes, de annyira magával ragadott az a furcsa, felemelő, nem tudom, hányan férnek be az operetben, biztos 800-an, tényleg kevesebben, mint a Végszínházban. Nem tudtam. Mindegy. És akkor bejött a Honti, és fölállt, és tombolt mindenki. És engem ez annyira meghatott, hogy ez miért. Mert akkor ezt én tudtam ki a Honti Hanna, meg tudtam mi az a Csárdás királynő, de ez érdekes volt minden esetre, hogy ezek a kaliberű ünneplések, ezek ma már nem is nagyon tudnak már működni, hidd el. Nem bezzeg ezek, de mégsem gondolom. Azért a Törőcsiket meg szoktuk úgy hallgatni és hallani. Jó, meg a Lehockit is nyilván. De nem olyan nap-nap történik ilyen. De előtte se. Tehát jó, mondjuk egyetértek. Is néznek, hogyha a három nővérbe bejön a akár az udvaros bejön. A és fölállnám, és elkezdenének tapsolni. Így van. Inkább, igen, szóval azért így furcsa van. Lenne. Szóval pontosan, tehát vagyok, játszanánk ezerszer. Nagyon hülye vagyok, sziasztok. Nem, egyáltalán nem, de ha ezerszer játszanánk valamit, és bejönne az ezrediken még ugyanaz az énekes színész, szuper, igen, akkor, igen, akkor azért igen. Örülnénk neki. Jó, de ez Honti, nem, mert Honti karakterét ez nem kisebbíti. Sőt, hogy ő még az ezrediken is, és még utána is be tudott úgy jönni. És önálló, ugye fönnállt az a helyzet, amit a Ári Éva mondott, mikor lekerültünk Pécsre, hogy nem az a fontos, hogy mi történik. Bejössz egy operetben, az rendben van, hogy tapsolnak, ha bejössz, de ha kimész, akkor is tapsolnak, és a Hontinak mindig tapsoltak kibe, neki Évikének is tapsolnak, igen. De azért ez egy érdekes íratlan operett szabály. Igen. És az nagyon izgalmas, hogy ugye neki volt egy karaktere, ő felépítette a saját ikon képét, ez rendben van. És akkor jött 1974-ben, tehát a 80. születésnapja környékén egy filmrendező, Gazdag Gyula, aki felkérte a Bástya Sétán 74 című filmjének a egyik leggyönyörűbb záró jelentének az eléneklésére. Maga a film, azt hiszem, 10 évre be volt tiltva, tehát Honti már nem is látta a filmet. Ugye, vagy nem láthatta moziban egyben. De hát együtt játszott. Nyilván ellenőrizte azért. Tehát együtt játszott a fiatal kaposvári szabad énekelni nem nagyon tudó hozzá képes, de brutálisan jól játszó fiatalokkal, Koltaival, Kismarival és a többiekkel. Ez a film, amit hát én szerintem én mindenkinek ezt is az érettségi részébe tenném, hogyha ha erről érdemes lenne gondolkodni, mert a Gazdag Gyulának ez a filmje Hontit az álom primadonnaként hozza be egy hegygerincen, egy gyönyörű hintóban, és onnan énekli a Bródy Tamásnak a csodálatos altató dalát, amit a YouTube-on biztos mindenki megtalál és meg tud hallgatni. Mert lezár ezzel egy nagy kérdést, amivel a 70-es években szembenézünk. Maradjunk, vagy nem maradjunk? Lehet élni Magyarországon, vagy nem lehet élni Magyarországon? És Honti visszajön rózsaszín kalapban, tolboával, fantasztikusan megszínezett képen, és elénekli azt, hogy ez egy álom, aludj csak jól, amíg te alszul, épül és szépül ez az ország. És vége. Na, ezzel mindenkinek most is jó éjszakát kívánunk. Addig majd épül-szépül, csak győzzük átaludni. Szerinted, hogyha a Honti Hannát, szerinted, hát ez most egy ilyen hülye kérdés, megkérik, hogy tréningnadrágban, és miti sapkában, és egyáltalán ilyen lepukkantam, mint amilyen a gyerekkora volt, jöjjön be, bejött volna? Hát persze, hogy nem tudok válaszolni rá. De, annyira azért nem ismered, de hát nem. Akik ismerték, hát a Zsuzsi
ismerte, ő jobban tudna erre válaszolni. De akkor ez nem jutott szembe, hogy megkérdezzem. De majd még megkérdezem, ez nagyon érdekel, hogy mit válaszol. Amit történészként látunk, az egy nagyon megkonstruált élet volt. Egy megszerkesztett élet. Egy nagyon megszerkesztett élet, amely nem engedte se a fodrász nélküliséget, se a smink nélküliséget, se semmiféle szabados és spontán akciót. Készült a szerepeire, felépítette a szerepeit. Egyébként ezt én szoktam mintaként is állítani a hallgatók elé, dramaturgok elé, rendezők elé, hogy a munkára való készülés az nem feltétlenül a úttörő múltunkból következik, mert előtte is, például Honti, tudta, hogy nem attól jó, hogy jobban énekel, vagy jobban táncol, mint a többiek, hanem attól, hogy felkészül. Igen, meg hogy erősen ő az. Így van. Tehát igen, egy fal volt az ő koncepciója. Pontosan, lehet, hogy azt mondanánk, hogy Brandy alakítja saját magát, nem tudom. Lehet, hogy ma ilyen lenne. Lehet, hogy ma ilyen lenne, de az biztos, hogy egyrészt gyönyörű volt, másrészt tudta, hogy milyen ruhákat kell hordania. Mikor kell a nyakát takarni, mikor már ráncosodott, mikor kell a májfoltot takarni. Olyan, mintha a Madonna tőle tanult volna. Egyébként a Madonnának a saját magához való keménysége az ugyanilyen, mint a Honti Anna, ahogy így most így ráébredtem. Igen. Na most az, hogy a Mohácsi testvérek átírták a Csárdás királynőt, az mit tett a Csárdás királynővel, és abba belefért volna-e, így van, a Honti? Ezt a János Magad István biztos jobban tud erre válaszolni. De most veled beszélgetek. Hát szerintem nem fért volna bele az ő koncepciókban, mert az a Kulkáról meg a Mónikáról szólt, és de az átírás 91-ben, 92-ben. A részegen, hát milyen gyönyörű az. Hú, hát az azt mindenki nézze meg a YouTube-on. Fönn van, igen, ezt néztem én is nyálcsorgatva valamelyik nap. Csodálatosan énekelte az Én anyám című számot, írja valaki. Ez így van, ez is igaz. És sok mindent csodálatosan énekelt, és még egyszer mondjuk, hogy lehet érteni, amit énekel. Igen. De visszatérve a Mohácsi változatra, hogy nagyon jó SMS-ek jönnek, hogy ugye a Csárdás királynő nagyon izgalmas kérdést tesz fel. Mi az a helyzet, amikor egy anya megtiltja a fiának, hogy elvegye a szerelmét. Igen. És ez mindig van ez a helyzet. Aktuális. Mindig lesz. Mindig minden, igen. Csak el kell döntenünk, hogy most ki Szilvia, román menekült, mint az eredetiben, diva, transvesztita, ki az Úristen. És hogyha ez a döntés elkészül az előadás előtt, akkor az előadás működik. És a Mohácsiék egy olyan hagyományt vittek tovább Kaposvárot, amit hát bizony Asher Tamás kezdett el szerintem az állami áruházzal, amely egész egyszerűen az operettet egy késrealista színházi technikával sztoriként kezelte. Uh-huh. Nézzük meg ezeket a karaktereket, milyen helyzetben vannak, próbáljuk megérteni őket, és próbáljuk megmutatni. Minden kaposvári operett zseniális. Ha itt elmondtuk a Kulkát a Csárdás királynőben, akkor tegyük hozzá Bezerédit a Luxemburgban, hogy milyen bazilként. De hát ők már még a Chicagót is elképesztően másképp csinálták. Ugye induljunk el Lukács Andorból. Pontosan. Igen. Tehát, hogy, és itt van a nagy kérdésünk, nekünk történészeknek, hogy vajon az operett az milyen műfaj. És a zenés színházi műfaj, ahol a hangsúly nem feltétlenül az énektudáson van, hanem egy olyan színészi tudáson, mely helyzeteket és viszonyokat meg tud mutatni, és csak ez az érdekes. Nem árt természetesen olyan hangja van, mint Hontinak, vagy nem van hangja, de látjuk, hogy nem azok a legizgalmasabb operett előadások, amit csodálatos operai hangok visznek, hanem azok, ahol játék van. Hát és vajon szerinted az operett színház az most megy e felé? Megnézzük holnap és holnap után. Jó, hát szerintem igen. Szerintem rendkívül izgalmas lesz, megnézzük. Itt nem is az a kérdés, hogy az operett színház akar-e arra felé menni, hanem azok az emberek, akik ott tagok, és akkor ők azt gondolják, hogy mégiscsak a Marcipán házban vannak, hogy ők akarnak-e egy kicsit megmutatni magukból többet. Én néző vagyok, és azt gondolom, hogy amit a néző majd akar, te látod. Amit a néző szeretne, az lesz. Hogyha körbenézünk most a vidéki színházakban, vagy csak Magyarországon, vagy a magyar nyelvű színjátszás területein,
akkor azt látjuk, hogy nagyon izgalmas operett előadások vannak Miskolctól Kecskemétig, ahol egyrészt figyelembe veszik, hogy ez az anyanyelvünk, az operett, ami anyanyelvünk, Kálmán, Lehár, Ábrahám, ebben vagyunk otthon, és gondolatok jöhetnek át, a nézők kérdezhetnek a jelenlétükkel. Nem attól lesz jó egy Csendes Királynő, vagy nem attól lesz óriási széria, hogy brutálisan jó énekhangok és táncok hát, vannak benne. A Csendes Királynő, nem attól, hanem, így van, hanem azért, mert megtalál az egész előadás, rendezés, díszlet, színészek egy olyan felületet, ami a nézőnek érdekes lehet. Uh-huh. És szerintem minden operettet játszó színház törekszik erre, de azért a nézőkön is múlik, hogy mifele törekedjen. Szerintem minden kiváló színész képes erre. Te szereted az operettet? Rajongok érte. Igen, a Habos-Babost is? Én a Habos-Babost is, de ez azért különleges, mert engem igazán az érdekelt, hogy miért nem lehetett felvállalni, még én magam is, aki Avangárd Színházról írtam 2 könyvet. Igen. Miért nem az operettről írtam 2 könyvet az elmúlt évtizedben? És mi tart vissza? Ja, most, abszolút. Hogy nagyon nehéz ez a nyelv, és nagyon összetett a róla szóló történeti anyag. Ezt kezdjük most elkutatni ebben a Kálmán Központban. A Petőfi Múzeum keretein belül. Igen. Figyelj, a Honti Annát nem hívták el külföldre, hogy szerepeljen a külföldi Csárdás királynőben, vagy a külföldi nem tudom miben? Hát mi volt a külföld az 50-es években? Hát a Szovjetunió. Hát ja, csak ne. Oda, de nyugatfele nem? Nem is lehetett? Hát ott biztos kiengedték volna. Nem engedték volna. Nem? Nem, és nem is volt kérdés, hiszen nem csak Révai imádta a Csárdás királynőt, erről csodálatos történetei vannak Gáspár Margitnak, Rátonyinak is, hanem hát 54-55-ös Szovjetunió belül turnén a teljes szovjet vezérkar őrjöngött. Miért? Honti ért. Hruscsov és Honti ért. Azt hittem ellene, bocsánat. Értük, annyira, hogy ugye, egy turnét leszerveznek, vonattal mentek, Csárdás királynő mellett a boci-boci... A keskeny vágányról. Hát igen, a boci-boci tarkát is vitték, ami azt jelentett, hogy vittek magukkal 2 tinót. Ez a filmet kéne erről írni, hogy hogyan utazott az Operett Színház 54-55-ben Szovjetunióban 2 tinóval. Tehát, hogy elindultak Moszkvába, le volt szervezve az út, mentek Leningrádba is, és meg kellett változtatni a menetet, mert Hruscsov visszahívta őket Moszkvába, még egyszer akarta látni. Csodálatos. Abszolút. Ez szerintem csodálatos. Viszont most, hogy már majdnem végünk van, majdnem, azért szeretném, hogyha a többi nagy nevet is a teljesség igénye nélkül mondjuk el, mert azért a Honti Annán kívül ugye ott az operetben ott volt a Rátonyi, a Suka Sándor, az összes Latabár. Az összes Latabárok ott voltak. Igen. Hát, mondjuk azt ki, azt a nagy felismerés, amikor Honti visszajön 49-ben az operetbe, Gáspár Margit visszahívja, akkor fantasztikus táncos komikusok vannak, latabárok felekik, és nem nagyon van Bon Viván. És az egyik feltételezésünk, hogy azért is kellett Hontira formálni a szerepeket, a primadonnára. Mert nem volt annyi... Nem nagyon volt Bon Viván. Operából kölcsönöztek, jött meg Honpál. A Marik Péter volt. Igen, tehát, hogy de olyan erős Bon Viván, nem ilyen erős primadonna Honti volt, nem tudott Budapest a háború után kiállítani. Ups. Táncos komikusaink voltak. És ez a különleges a mi operett játszásunkban és operett kultúránkban, hogy most mindegy, hogy az Offenbach előtti francia korszaknak a struktúráját és dramaturgiáját hozzuk vissza, de egy primadonnára 2-3-4 táncos komikus esik. És így alakítjuk át az egész operett dramaturgiát. És ez nagyon izgalmas. Hmm. Jó, hát Feleki Kamilla, hogy rosszban voltak, vagy ne, erre, ezt nem tudtuk mindegy. Meg. Mert azért nagy legendák voltak, hogy tudja, mit nem is érdekel. Így van. Ez... Milyen furcsa egyébként, hogy a Honti Anna mindig ilyen pozícióban tartotta a hangját, beszédben is, és mégsem tűnt teljesen idegennek, sőt. Tehát nem azt mondtam, hogy ledob, nem, mert ha ma egy ember ilyen furcsán beszél, azt mondom, hogy ledobja magáról a színpad. De őt nem dobta le. Hát nem is egy realista színpadon volt, hanem egy operett teljesen színpadon. Mindegy, még akkor sem.
Még akkor sem szerintem. Ezt te jobban tudod. Én azt én látom, érzem, hogy egy olyan beszédstílusa volt, ami különlegesen pörgette az erreket, teljesen más, hogy formálta a magánhangzókat az élőbeszédében is. Ez a beszédstílus egyáltalán nem illett a többiekéhez se. Másképp beszélt a Peter Zsuzsa, Német Marika, Oswald Marika, Feleki Kamil és a többiek. Ő másként szólalt meg. Más hangon. Fejhangon. De... Igen. Ezt mondom, hogy pozícióban volt mindig. Pozícióban volt. Nagyon szépen köszönjük. Mi én mind a ketten, meg a hallgatók is dr. Tiszai Lászlónak, hogy emlékeztetett minket arra, hogy holnap lesz a Hunti 125 éves, mert én ezt nem figyeltem ennyire. Nagyon jó, hogy Jákfalvi Magdolna. Te egyébként téged hogy szólít? Rólad semmit nem tudtunk meg egyáltalán, de hát majd lesz még ilyen színház történet, és akkor magadról is mesélsz. Majd reméljük. Jó, köszönjük szépen. Én is köszönöm.